Köszöntöm nézőinket! Önök a hétköznapokon jelentkező Szentendre Ma hírmagazinunkat látják. Elsőként következzenek kiemelt híreink röviden. Új szűrőpont. PCR és gyors tesztet végeznek újabb helyen a városban. Karácsony. Felfüggesztették a kijárási korlátozást ma estére. Ünnepi tömegközlekedés. Változik a hév menetrendje. Új mintavételi pontot üzemeltetnek december 22-től a Dunakanyar körút 30-as szám alatti parkolóban. A mintavételezők egy erre a célra felállított konténerben várják a tünetmentes pácienseket. Az országból bárki érkezhet ide, akinek szüksége van negatív eredményre. A helyszínen gyors és PCR-tesztet is végeznek. Ha szükség van rá, innentől kezdve akár egy évig is üzemeltetik a kedden létrejött mintavételi pontot. A szolgáltató jelenleg 3 laborral áll szerződésben a gyors eredmény érdekében. A mintavevő szakemberek már előre látják, hogy a mintát kérő páciensek száma január első hetében rohamosan nőni fog, így újabb laborral vették fel a kapcsolatot. A tünetes betegekhez házhoz is mennek, de minden esetben időpontot szükséges előre egyeztetni. Bárki jöhet ide, tünetmentesen kell érkezni, tehát akinek nincsen semmilyen panasz, mondjuk utazáshoz kell lelet és a többi, az nyugodtan jöhet bármikor, bejelentkezik nálunk telefonon, és akkor adunk neki egy időpontot. Mivel még nem hirdettük meg a mintavételi pontot, ezért egyenlőre nagyon szűkösen vagyunk, úgymond foglaltságban, tehát nagyon sok a szabad időnk, amire lehet jelentkezni. Az ünnepek előtt volt egy kis kivárás, és most a karácsony előtti első pár napban megemelkedett újra a mintavételi igény. Most azért elég sok helyre megyünk, mert mi foglalkozunk házhoz járással is azokhoz, akik nem tudnak eljönni mintavételi pontra, mert például tünetesek, vagy annyira idősek, hogy ágyhoz kötöttek. Itt megemelkedett a mintaszám, de egyébként az a tapasztalat, hogy az ősz elejéhez képest jelentősen csökkent az igény a mintavételre. Bár annak ellenére, hogy a vírus terjedése ugye az megemelkedett és elindult járvány második hulláma kiemelkedően, ennek ellenére a mintavételek igénye az összes képest csökkent mégiscsak. Maga a tesztelés 2 percbe telik, adminisztrációval együtt maximum 5 percet vesz igénybe. Mindenféleképpen el kell mondani, hogy nem szabad semmi olyan tevékenységet végezni a mintavétel előtt, ami a szájjal, a nyelőcsővel, a garattal kapcsolatos. Tehát nem szabad se enni, se inni, a fogat mosni leginkább, legkevésbé sem, talán az a legrosszabb, ami a teszt befolyásolását illeti. Legalább 4 órával kell tartani ezt a bőjtöt a mintavétel előtt, úgyhogy érdemes a reggeli órákban jönni. Főleg, hogy a laborba be kell érni a mintának délután 1 órára, tehát kora délután 1 órára, úgyhogy ide délig leszünk itt, mint mintavételi pont nyitva terv szerint. Dohányozni sem szabad a mintavétel előtt 4 órával, ugyanúgy, ahogy kávézni sem, és a többi. Január elejére várhatóan 4 laborral állnak majd szerződésben a mintát vevő szakemberek. Jelenleg a tegnapi leleteink, a tegnapi mintavételek, azok megérkeztek tegnap délután 1 órától és 10 óra között. Tehát délután 1-től 10-ig érkeztek a leletek, azért azt hiszem, hogy ez egy rendkívül gyors szolgáltatás. Gyors tesztjeink 12.000 forintba kerülnek itt a helyszínen, a PCR teszt pedig a hatósági ár által megszabott 19.500 forintos áron érhető el. Mi vérvizsgálatot nem végzünk itt, a gyors tesztet is ugyanúgy a garatnyálkahártyából vesz, ami a vírusnak a proteinjét, tehát a fehérje burkát mutatja ki. Ezáltal ugyanúgy a vírus jelenlegi tartózkodási helyét, ugye a vírus jelenlegi fertőzöttségét mutatja ki, vagy aktivitását, igen. Ugyanúgy, mint a PCR, csak a PCR-ban van egy olyan hihetetlenül erős, gerjesztő folyamat, ami nagyon-nagyon-nagyon kis számú vírusalkatrészt, mégpedig annak az RNS-ét tudja kimutatni. Az antigén teszthez viszont mennyiségi vírus fehérjének kell jelen lennie a vizsgálat során, ahhoz, hogy az biztosan pozitív eredményt mutasson. Az ünnepek alatt is érkezhetnek ide a Dunakanyar körút 30-as szám alá a mintát kérő páciensek. December 26-án is biztosan lesz laborszolgáltatás, ekkor is várják a szentendreieket és környékbelieket. Aki 24-én leveszi a mintáját, az valószínű, hogy 25-én reggelre minden esetben megkapja a leletét, és nyugodtan tud menni karácsonyozni. A január elejé időszak kiemelten zsúfolt lesz előreláthatólag, így aki akkor szeretne mintát vetetni, annak érdemes már most időpontot foglalnia.
Felfüggesztette a kormány a kijárási tilalmat Magyarországon ma estére, vagyis december 24-én estétől december 25-én reggelig, jelentette be hétfőn Kis Róbert alezredes, az Operatív Törzs Műveleti Központjának helyettes vezetője. Ami a magánrendezvényeket illeti, a 10 fős korlátozás marad, de ahogy eddig is, a 14 évesnél fiatalabbak nem számítanak bele a létszámba, hangsúlyozta az alezredes. Fontolják meg, meglátogatják-e idős vagy veszélyeztetett rokonaikat, mert bár a Szentestén kivételt tesznek, ez nem jelent lazítást, csak egy lehetőséget, amivel úgy kell élni, hogy a biztonságot megtartsuk, mondta a tájékoztatón Müller Cecília országos tiszti főorvos. Folyamatosan frissen kell tartani tanfolyamokkal az újraélesztéssel kapcsolatos tudást, hogy a gyakorlatban bátran használhassa mindenki, ha szükség van rá. Az életmentési tanfolyamról, a gyermekek tartásjavító foglalkozásairól is beszélt stábunknak dr. Kollár László gyermekorvos. Egy gyermekorvos volt tagja a Szentendre és Vidéke Praxis közösségnek, ami egy vekopos pályázatnak köszönhetően közel 2 évig meghatározta a térség prevenciós programját. Nagyon féltünk tőle, nem ismertük. Ez egy teljesen újdonság, hogy praxis közösségeket hoznak létre, és ugye ez egy olyan praxis közösség volt, ahol felnőtt házi orvosok és egy szem gyerekorvos kapcsolódott össze. Tartottunk tőle, hogy mi hogy tudunk együttműködni ebben az egészben. Végül is nagyon komoly meglepetés volt, tehát azt úgy éltük meg, hogy mindenféle egészségügyi kooperálásnak helye van jelenleg a világban szerintem. Ebből is nagyon sok hasznos dolgot tanultunk, nagyon sok segítséget kaptunk, és kibonthattunk olyan tevékenységeket is, amikre nem lett volna lehetőségünk. Gyerekeknél megpróbáltuk, ugye... A kollégáknak egyszerű volt olyan szempontból, hogy ők hasonló praxisok, és ugye egy kidolgozott megoldás az összes praxisra jó volt. Nekünk teljesen újat kellett kitalálni, és ebben volt különleges, hogy megpróbáltuk felmérni, hogy mire van szükség. És például elkezdtünk óvodában is, iskolában olyan tartásjavító tornákat bevezetni, amik hiánypótlók voltak, hiszen nagyon kevés gyógytornász van, nagyon kevés lehetőség van erre, és igazából mivel az óvodában és az iskolában csináltuk, ezért nem kellett elmenni sehová, hanem helyben kapták meg a gyerekek ezt a lehetőséget. Például, és ezen kívül még csináltunk olyat, hogy újraélesztési tanfolyam, ezt a helyi óvodának például, a óvodai dolgozóknak, illetve nagyon sok gyereknek, és ehhez kapcsolatban szülőknek is. Tehát eljöttek a gyerekek, és a szülők megkérdezték, hogy ők is beszállhatnak, és természetesen ők is beszállhattak. Szülőknek, óvónőknek, gyermekorvosoknak együttes feladata, hogy figyeljen az apró jelekre, ha a gyermek tartásáról van szó. Nagyon sokszor ennek... hogy is mondjam, konstitucionális oka van, tehát hogy maga a gyerek felépítése, izomzata, csontozata kedvez mondjuk egy tartási rendellenességnek. Hogyha ezt szakértő megnézi, és a segítségével olyan gyakorlatokat, olyan edzésformákat találunk ki, amivel megerősíthető az ő vázizomzata például, vagy a tartást okozó, vagy tartásért felelős izomzat, hogy neki a továbbiakban semmi gondja nem lesz ezzel. Szülőnek és a gyerekorvosnak és esetleg a védőnőnek, tehát mindenkinek, akinek köze van egy gyerekhez, óvónőnek például, aki naponta akár 8 órát van a gyerekkel, neki kell észrevennie azt, hogy az átlag gyerektől esetleg eltér annak a gyereknek a mozgáskultúrája, a viselkedése, hogy valami olyan dolog, ami arra ad okot, hogy esetleg szóljon a gyerekorvosnak, szóljon a szülőnek, hogy ő azt látja, hogy itt valami probléma van. A gyakorlat biztos elsajátításán múlik, hogy merre újraélesztést végezni egy éles szituációban az ember. Csak a tudás hozhatja meg a bátorságot egy valós helyzetben, és ez így is van jól a gyermekorvos szerint. Nagyon érdekes volt. Azt találtuk ki, hogy a tinédzsereket megpróbáljuk kiképezni életmentésre, elsősegélynyújtásra, hogy amikor a praxisból távoznak, és mindenhová eljutnak a világban, ott vannak az éjszakában, a szórakozó helyeken, mindenhol, hogy ők képzettek legyenek ebben a dologban, tehát tudjanak életet menteni, esetleg újraéleszteni. Érdekes, hogy valamennyi érdeklődés volt rá, de egyszer csak azt vettük észre, hogy
A hirdetés során egy más korosztály kezdett el jelentkezni, a 12-13-14 évesek elkezdtek csapatosan jönni, és könyörögtek, hogy jöhessenek, és akkor átalakítottuk egy kicsit. Ha azt láttuk, hogy ha a nagyobbakat annyira nem érdekli, ez mondjuk lehet az is az oka, hogy ők már jogosítványt szereznek, és ott ugye van egy ilyen tanfolyam, és akkor lehet, hogy úgy gondolták, hogy őket az talán most már annyira nem érinti, de a kicsik nagyon-nagyon szerették, és nagyon ügyesek voltak. Azt tapasztaljuk, hogy az újraélesztésben a tudás, az ha egyszer megszerzi valaki, akkor az utána megkopik. És egyre kevésbé tudja használni, vagy egyre kevésbé meri használni. Tehát az lenne a célszerű, hogy, és ezt próbáljuk most elérni, hogy akinek megtartottuk a tanfolyamot, nekik minden évben tartsunk néhány évig egy ilyen tanfolyamot, és igazából utána lehet, hogy nem kell már minden évben, de tanácsos lenne időnként egy felfrissítést tartani, hiszen már akkor már nagyon kevés energia kell hozzá, csak ismétlés az egész, viszont a bátorság és a tetrekészség az nagyon-nagyon felerősödik ezáltal. A karácsony általában nem a balesetekről szól, mert ilyenkor nagyobb figyelem hárul a gyermekekre. Az első és a legfontosabb, hogy nekünk szülőknek felelősségünk van abban, hogy ez a dolog megtörténik, vagy nem. Ezt nagyon sokszor elfelejtjük, hogy tulajdonképpen a lehetőséget mi teremtjük meg azáltal, hogy esetleg hát vagy nem vesszük észre, vagy nem gondoljuk, hogy abból probléma lehet. Tehát például a nagyobb gyerek játszik a kis legókkal, és a kisgyerek is egyszer csak ott van, és már a szájában is van. És tudjuk, hogy annál gyorsabb nincsen, mint egy kisgyerek, aki szájába akar venni valamit, lehetetlenség elcsípni. És nagyon sokszor ebből lesz a probléma, hogy mi felnőttek nem vesszük komolyan esetleg a baleset helyzetet. Nem tudom, hogy tudják-e a kedves nézők, de az óvodás korosztályban nincs semmilyen betegség, amelyik annyi áldozatot szedne, mint a baleset. Tehát nincs agyhártyadulásból annyi halálozás, tüdőgyulladás, semmilyen rossz indulatú betegségekből se. Semmiből nem vesztünk el annyi gyereket, mint balesetben. Tehát, hogyha ezt tudjuk, hogy igazából a legrosszabb betegségünk a baleset, akkor erre kell odafigyelnünk. Mit lehet tenni? A legfontosabb az, hogy felmérjük a környezetünket, hogy abban van-e balesetveszélyes helyzet. És ugye például mindig elmondjuk, hogy egy járni tanuló gyereknél például a szülők legyenek szívesek, és csomagolják el azokat a berendezési tárgyakat, lásd, üvegdohányzóasztal, stb. Ami most ebben az egy évben, amíg ő megtanul jól járni, addig életveszélyes. Utána visszakerülhet a helyére. Átmenetileg kell csak elcsomagolni. És nagyon sok ilyen helyzet van esetleg az udvaron, a kertben, amire az ember azt mondja, hogy igen, ez most veszélyes, ennek a korosztálynak, akit éppen most én nevelek neki, ez életveszélyes lehet, és akkor tesz valamit, körbeveszi, elcsomagolja, elteszi, lehetetlenné teszi a hozzáérést. Ez lehet egy elektromos csatlakozó. Tudjuk jól, hogy az Egyesült Államokban a medencék a legnagyobb problémák, hiszen nagyon sok kertben van medence, és ezzel történik a legnagyobb baj. Én azt arra kérnék mindenkit, hogy ha van gyermeke, ha nincs gyermeke, ha olyan korosztályba esik a gyermeke, aki veszélyeztetett, ha nem. Ha lehet, mindenki tanuljon életmentést, és ezt egy időnként gyakorolja. Ez nem azért lesz fontos, hogy a saját gyermekünket megmentsük esetleg, hanem hogy ha belekerülünk egy olyan szituációba, amikor más gyerekét tudjuk megmenteni, vagy hogy más felnőttet tudunk megmenteni. Ez egy olyan tudás, ami lehet, hogy nem kell soha, de ha kell, akkor aranyat ér. A megelőzés, az egészségmegőrzéssel kapcsolatos tudás átadását tartották a gyógyítás mellett legfontosabb feladatuknak a praxis közösség tagjai, akik sok értékes tapasztalatot gyűjtöttek az együttműködésből is az elmúlt hónapokban. Megváltozik a közlekedési rend a hévvonalakon az évvégi ünnepek alatt és az új év első napjaiban. December 24-én csütörtökön napközben a vonatok a szombaton és a munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint közlekednek. Nem csak a H5-ös, hanem a H6-os, H8-as és a H9-es hévvonalán is biztosítják az utazási lehetőséget 16 óra után. 18 óra 18 perc után üzemzárásig óránként közlekedik a hév. Szentendréről 18 óra 34 perc után üzemzárásig óránként indul vonat a Batthyány tér felé.
Végül a várható időjárásról. Erős hideg front érkezik pénteken fölénk, felerősödik az északnyugati szél is. Reggel több felé lehet gyenge eső. Délután 3-8 fok közé melegszik a levegő. Fagyos lesz a reggel szombaton, amikor havas eső, hó is eshet. Napközben jellemzően 1-5 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer, röviden. Új mintavételi pontot üzemeltetnek december 22-től a Dunakanyar körút 30-as szám alatti parkolóban. Felfüggesztette a kormány a kijárási tilalmat Magyarországon ma estére, vagyis december 24-én estétől december 25-én reggelig. Megváltozik a közlekedési rend a hévvonalakon az évvégi ünnepek alatt és az új év első napjaiban. Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre ma. Híradóval legközelebb 2021. január 4-én este 7 órakor jelentkezünk. Híreinket kövessék weboldalunkon is, a szentendre.media.hu/tv/Szentendrén, ahol egy kattintással élőben nézhetik adásunkat. Maradjanak továbbra is velünk, mert hamarosan kezdődik Fókuszban című magazin műsorunk. És megtalálnak bennünket a közösségi oldalakon is, csatlakozzanak hozzánk ott is. Én munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk 2021-ben is. Viszontlátásra!